szeretettel köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit, ez az év utolsó weekend adása, ami sok-sok vicces pillanatot tartogat majd önöknek. Először azonban egy kicsit komolyabb téma, amiről nem lehet eleget beszélni, mégpedig az, hogy hogyan óvjuk meg kedvenceinket a szilveszteri különböző hatásoktól. Vendégünk Novák Hajtó Éva, az Állatbarát Alapítvány telephelyvezetője. Szia Évi! Szia! Hát ugye elsősorban, amikor a szilveszteri óvintézkedésre gondolunk, akkor ugye a hangok azok, illetve a tűzi játék okozta kellemetlen percek, amik elsősorban szerintem sokkoló módon hatnak a négylábú kedvenceinkre. Vagy van esetleg valami más is, te hogy látod szakmai szemmel? Igen, elsősorban jól mondod, a hangok azok, amik gyakorlatilag olyan hatással vannak az állatokra, ami számukra felfoghatatlan. Ugye általában a tűzi játékok során ők nem tudják, hogy honnan jön. Úgy érzik, hogy mindenfelől támadás jön. Egy borzasztó pánik helyzet lesz úrá, ugye nagyon sok kutyán. Elég kevés az a kutya, aki teljesen nyugodtan tűri ezt, hiszen nincsenek hozzászokva ehhez a mindennapokban, és hát ez elég nagy problémákat okoz. Ilyenkor menekülnének gyakorlatilag bárhová, csak el onnan a zaj közeléből. Ők nem tudják, hogy ennek hamarosan vége lesz, nem tudják, hogy mi történik, csak azt érzik, hogy valami harc téren vannak. Úgyhogy igen, ez sajnos hatalmas problémákat okoz. Lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen ilyenkor egy ilyen beszűkült tudatállapotba kerülnek a kutyusok, vagy tulajdonképpen szerintem a cicák is, és teljesen mindegy, hogy mondjuk otthon vannak a megszokott kis udvarukban, akkor is elindulnak a szélrózsa minden irányába. Van valami statisztika, hogy évente hány állat lóg meg otthonról akkor, amikor tűzi játék van? Hát a statisztikákat mindig megpróbálunk felállítani, de hát ez nagyon nehéz. Az biztos, hogy mi magunk éves szinten legalább 50-60 olyan esettel találkozunk csak szilveszteri éjszaka, amikor ugye bejelentés jön, hogy eltűnt egy kutya, vagy esetleg találtak egy rettegő menekülő állatot. Országos szinten viszont több ezer állatról beszélhetünk. Tavalyi statisztikák alapján körülbelül egy ilyen 10 000 állatnak okozta ugye ez a menekülését, és hát több száz állat sajnos meg is halt aznap éjszaka. Mert gondolom elütötték, vagy valamilyen tragédia történt velük. Nos, akkor hogyan tudunk erre felkészülni? Ráadásul ez nem csak egy pár órás történet, igen, hiszen ugye már elkezdődik sokszor 30-án, vagy valaki már 29-én is próbálkozik petárdákkal, és utána még a januárban is beletolódik, bár ugye vannak tilalmi időszakok, de hát azért azt nem mindenki tartja be. Így van, tehát ugye alapjában, mivel december 31-e a legborzasztóbb nap az ő számukra, este délután 4-5 körül, 6 körül kezdődnek ugye ezek a tűzi játékok, petárdázások, és hát ez hajnali 3-4-ig kitart, viszont ahogy mondod, ugye az előtte lévő napokon már ugye a viccesebb kedvű emberkék már azért próbálkoznak ezzel, illetve hát utána is van még azért utózönge, ugye megmaradt petárdák, tűzi játékok. Kétféle kutyus van, ugye, akiket tartanak vagy lakásban, vagy kertben. Nagyon fontos az, hogy a lakásban tartott kutyák is hiába megszokott környezetükben vannak, de ők is ugyanúgy félnek, tehát meg kell próbálni a lehető legkevesebbre csökkenteni ugye a külső hatásokat, redőny lehúzásával, a gazdi nyugtató szavaival. Nem szabad a nyugtatás sem túlzásba vinni, hiszen ugye, hogyha az állat azt érzi, hogy valami más történik, és a gazdi is fél, akkor ő is félni fog. Akik pedig kertben laknak, hát ugye nyilván fontos lenne, hogy beengedjék ilyenkor ugye a kutyánkat legalább az előszobáig, vagy biztonságos helyre zárják őket, hiszen ilyenkor a legbékésebb, legnyugodtabb kutya is képes kerítést mászni, üvegajtót áttörni, tehát csak azért, hogy meneküljön ugye a hanghatások elől. Hát akkor arra kell berendezkedni, hogy akár egy hétre is érdemes a kutyus tulajdonképpen, legalábbis amikor elindul mondjuk ez a hanghatás, akkor valamilyen biztonságos helyre juttatni. Vannak olyan készítmények, amivel esetleg az ő szorongásukat vagy a félelmüket lehet csökkenteni, és most itt nem valami brutál nyugtatóra gondolok, amivel kiütjük a kutyust, és egy hétig magához sem tér. Ezt nagyon jó, hogy említed egyébként, mert sokan ugye úgy gondolják, hogy valami nagyon erős nyugtatóval majd segítenek az állaton. Ezek olyan szedáló hatású készítmények, amik gyakorlatilag megnyugtatni nem fogják őket, csak maga tehetetlenné teszik az állatot, és ez nem jó. Ellenben vannak különféle homeopátiás cseppek, szerek, amiket érdemes ilyenkor bevetni, és hát az interneten is vannak olyan különféle trükkök, praktikák, például ez a nyugi csomó, ami ugye egy sál kell hozzá tulajdonképpen, és szépen megfelelően átkötni az állat testén, ami szintén csökkentheti a szorongásukat. Cicákra is érvényes mindez, amit most elsősorban a kutyákra mondtunk?
A macskák nyugodtabbak, meglepő módon, mint a kutyánk, de természetesen ők is éreznek pánikhelyzetet, illetve pánikot ilyen esetekben. Az ő esetük egy kicsikét szerencsésebb, hiszen nagyon sok cicát tartanak bent, több macskát tartanak bent, mint kutyát, úgyhogy ők nincsenek akkora veszélyben, meg hát ugye ők azért nagyon sokat alszanak, és hát nyugodtabb típusúak is, úgyhogy őket annyira nagy veszély nem fenyegeti, de a kerti cicákat természetesen igen. Igen, egy ilyen napi 20 órás alvással azért elég jól ki lehet simítani az idegrendszerét a cicusoknak. Évi, hát évvége kapcsán, hogyha egy picit visszatekintünk, akkor milyen évet zárt az Állatbarát Alapítvány? Hát rengeteg öröm és rengeteg kudarc volt, úgyhogy egy nagyon eseménydús éven vagyunk túl. Évelején ugye átadásra került az idős kutyáknak szánt kenelünk is. Egy pár nappal ezelőtt ugye átadtuk az Állatok Karácsonya rendezvényünkön az új kölyök karanténunkat is, úgyhogy rengeteg fejlesztésünk volt az idén. Nagyon sok új fát ültettünk, 70 új fát ültettünk el a menhelyen. Illetve hát ugye folyamatosan pörögnek az események, több száz állat került be, és hát több százat örökbe is adtunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy igazán eseménydús és változatos évet zártunk. Reméljük, hogy a következő egy picit nyugodtabb lesz. Mit kívántok magatoknak esetleg, mert ilyenkor azért a szilveszter meg az új év a kívánságokról is szól? Hát minél több ugye szerencsés gazdisodást és minél kevesebb bekerülő állatot. Nagyon bízunk abban, hogy akik nálunk vannak, főleg a beragadt kutyáink, akik esetleg hónapok, évek óta bent vannak, reménykedünk benne, hogy 2020-ban majd eljön értük is az államgazdi, és hát bízunk abban, hogy az emberek egyre felelősségteljesebben fognak hozzáállni az állattartás kérdéséhez. Köszönjük szépen, boldog új évet a négy lábúaknak. Köszönjük is. Szépen. Kedves nézőink, idén eddig az előző beszélgetéssel együtt összesen 222 alkalommal ült vendég a Weekend kanapéján, és 113 bejátszást készítettünk a műsorba. A legjobb beszélgetésekből mutatunk most egy rövid összeállítást. Valahogy átölelnek, jó? Oké. Ugyebár nem veszélyes, tehát nem azzal fog kezdeni, mint az előbb, hogy lefejelem, meg megkönnyökölöm, stb. Jó, rárakom a két kezemet az ő karjára, csúsztatom le, jó, és az egyik, az be fog ide jönni szépen, két új az ideális, jó, a másikat pedig a csuklán rögzítem, és tudom törni vissza. Jó, tudom vissza törni, ezzel bontottam a fogást, és távolodok el tőle. Jó? Tehát ez egy elég jó egyszerű és kézenfekvő megoldás. Gyere, megoldást. Csak támadj meg, hogy próbáljam ezt ki, most na az előbb orba vágtál, akkor most meg, eltöröm jó? Az ujját. Vigyázz a kezemre, jó? Légy szíves! Tehát első lépés az az, hogy megtakarítom a igen, kis lencsémet. Igen, most mikroszálas kendő, akkor jó, úgy az teljesen jó, így van. Most prezentálunk egy selfie készítést itt a kollégákkal, aztán kielemezzük, hogy mi ebbe a hiba, vagy hogyan lehetett volna ezt még jobban. Ja, hogy én is benne... Persze, gyere, na. Te is. Jó lesz a háttér, azért azt nézzétek meg, hogy nincs ott semmi szennyes. Beletegyük az operatőrt is? Persze, hogy beletesszük, igen. És akkor időzítőre van beállítva. Az nagyon jó. Az nagyon jó. És Erikőről tudni kell, hogy ő csak grimaszolva tud szelfit készíteni. Semmilyen másfajtát nem tudok. No, és akkor ezt mindjárt meg is nézzük nagyba. És közben még... egyébként mondom még akkor, mert van nagyon sok ilyen fontos dolog, amire figyelhetünk, és tényleg azért sokkal értékelhetőbb képek készülnek, hogyha ezeket így figyelembe vesszük. Na most ugye beszéltünk a lencse megtisztításáról, az előkészületről, és nagyon fontos az, hogy milyen fényviszonyok között készítjük a képeinket. Uh-huh. Itt nagyon szerencsés helyzetben vagyunk a stúdióban, mert gyakorlatilag árnyékok nincsenek az arcunkon, de most egy átlag felhasználót tekintve, azért törekedjünk arra, hogy a természetes fényt találjuk meg mindig. Uh-huh. Tehát attól szebb nincs. Hát ez majdnem természetes ez a lámpa. Ha otthon vagyunk, akkor az ablak előtt teljesen szép vetületei vannak a fénynek, és próbáljuk úgy fotózni magunkat, hogy a természetes fény az nyerjen értelmet. Ha nyilván, hogyha a neon vagy más ilyen beltéri fényeink vannak, az egy picit nehezíti a dolgot, de ott is lehet játszani ezzel. És egyébként a kamerának a szöge, az, hogy hogyan állítjuk, az sem mindegy. Tehát gyakorlatilag a lencse is olyan, hogyha alulról fotózod magad, akkor az torzít picit, vagy hogyha nagyon felkomponálod a fejed. Tehát így van. Tehát ezekre nyilván mindenki ismeri az arcát elsőlegesen, ez a legfontosabb, hogy tudjuk azt, hogy mik az előnyös
és mik a kevésbé előnyös. Igen, igen, ugye szelfiknél általában az szokott az első fontos tényező lenni, amit akár napokig is tanul egy-egy alany, hogy melyik a legelőnyösebb profilom, hogy előnyös engem fotózni, hogy legyen a fejem, felemeljem, jobb profil, bal profil, tehát nyilván ezt is ki kell tapasztalni. Viszont a tapasztaltakra meg tudjuk nagyon jól, hogy általában a póz ugyanaz, viszont a háttér változik. Ez is egy hiba egyébként, hogy az unalmas lehet. Tehát, hogyha arra törekszünk, hogy minél változatosabb helyszíneken, minél változatosabb arcunkat meg tudjuk mutatni, akkor nem egy unalmas sorozatot kapunk. És egyébként arra is szerintem figyelni kell, hogy percenként megörökítjük magunkat, tehát az nem egy jó dolog. Tehát a legszebb, nem tudom, embert is meg lehet tudni, aki folyamatosan posztol magáról. Tehát, hogy egy 2-3 naponta, hogyha valaki kitesz magáról a képeket, és próbál arra törekedni, hogy változatos helyszíneken, akkor az egy ilyen izgalmas dolgot ad ennek a... Mi a helyzet a filterekkel? Ugye erről is beszéltünk itt egy picit a műsor előtt, hogy akkor tegyünk rá, ne tegyünk rá, mennyit. Na még a filterek előtt egy nagyon rövid kiegészítés, a kép megkomponálása. Itt vannak itt is alapszabályok, YouTube-on könnyen elérhető egyébként egy-két ilyen információ erről, a harmadolás, aranymetszés szabálya. Ezeket, hogyha figyelembe vesszük, akkor tényleg, tehát gyakorlatilag egy profi képet el tudunk készíteni, és akkor ezután, hogyha ez elkészült, akkor már ugye az utómunka következik, és akkor jöhetnek szóba ezek a különböző appok, amik színezés, fénykontrasztállítások, amik ugye a nyers képet feldobják. Na és akkor most már a kedves nézők is láthatják ezt a csodálatos selfit, amit itt elkészítettünk. És szóba került az, hogy mi megszavaztattuk ugye az új nagylemeznek a dalait, hogy kinek melyik tetszik, egy sorrend, hogy kialakuljon, de valaki legutóbb mást mondott. Árnyék és fényt mondták. De hát igazából ez Engem nem lepne meg, hogyha neked lenne igazad. Mert legyen neked igazad. Engem se lepne meg. Köszi. De mindegy, bárhogy el is van. Mielőtt beültetek, előtte néztem meg, 25%-on volt a mintegyjel, és 14%-on az árnyék és fény. Megfordult. Na jó. Lehet, hogy percről percre változik. Az most kiderült, hogy a mintegyjel az első, de mi volt a kérdés? Ne haragudj. Mindenhol ilyen... Hát egy raktárban van. Kicsit ijesztő holmik vannak? Hát próbáltunk minél meseszerűbb lényeket összeszedni, tehát hogy ne annyira ijesztőek legyenek, mint ugye a szulusztáni Nienumb vagy egy mandalóri. Inkább a mesefilmes jellegére szeretnénk hajazni majd ennek a Star Wars történetnek, úgy szeretnénk, hogy az legyen, de hát ez van, raktárban van egyébként az összes termék. És hol készülnek ezek a jelmezek? A jelmezek nagy részét Írországból, a maszkokat konkrétan Írországból szereztük be. Egy ottani srác gyakorlatilag teljesen valósághű maszkokat csinál, ezekhez pedig a ruhákat és a fegyvereket, illetve a bőr dolgokat egy nagyon híres magyarországi bőr díszműves srác csinálja. És amit nagyon-nagyon szeretek, és használjuk nagyon-nagyon sokan, és ajánlom neked is kipróbálásra, ez egyszerűen egy parti pohár, filléres dolog, rajta egy kis cérna, egy pötty, és azt kell megtenned, hogy bele kell találnod. Aha, értem. Igen, igen, jó pofa dolog, mert tényleg csak egy darab, igen, egy darab fonal kell hozzá, és papírpohár, igen, vagy akár műanyag is lehet. Így van. Még nekem sem megy könnyen. Ez is filléres dolog, és szintén szemkész koordináció, finom motorika. Megint csak alakítottunk a gyereken, de közben játszottunk. Bizony, és tényleg semmi másból nem áll, egy darab papírpohár, bármilyen madzag, ami a háztartásban előfordul, és egy akár gomb is lehet a végén, vagy egy akármilyen fagyöny. Nagyon-nagyon jó pofa játék. Egyébként nekem szemkész koordinációból úgy látszik, hogy egy kicsit nem feltétlenül sikerül beletalálnom a pohárba, de nem is. Jól van, összehoztam. Hogy mindenféle kis eszközöket is hoztatok. Hát a legdurvábbakat hoztuk ma el. Az egyik az idei fejlesztésünk. Valamit, film. Csaba, légy szíves, az idei fejlesztésünk a tapsgép. A fegyvernek látszó tárgy, amivel simán bejöhettem a stúdióba. Melyik kamera megy? Az? Igen.
Fantasztikus. És akkor ott maradt egy olyan célpont valami, igen. Igen, hogyha nincs közönség, akkor legyed vagy szúnyogot is lehet vele. Gondoltam egyébként, én is a lényre asszociáltam, és aztán van egy másik dolog, hát ez pedig a klasszik. Körül kedvencét elhoztuk, hát a lufit azt egyszerűen nem lehet megunni, és hogy abból mit hoz ki az ember, az meg már ugye vagy a fantázia, vagy pedig a nem mit is tudom, mi szab. Mit a legnehezebb amúgy lufiból hajtogatni? Hát mozgó lépcsőt, az baromi nehéz. Oszkár díjat. Mi az, amit a legjobban szeretnek amúgy a gyerekek? Vagy ezt inkább ti ajánljátok meg, hogy éppen mi lesz a... Jobban járunk, ha mi ajánlunk. Tehát az van, hogy ez is egyébként nagyon sokat fejlődött, mert igen, azt hittük, hogy meg kell tanulni mindent, most meg simán már el tudjuk magyarázni a gyereknek, hogy mit akar. A fiúk mit akarnak akkor? Kardot. És akkor mi most egy kardot szeretnénk. Bocsánat, ki kell javítsalak, ugyanis az utóbbi időben egyre több lány kér kardot. A fiú pedig a kiskutyákkal. Szerintem ez a Star Wars miatt van, nekem meg eszembe jutott a 72 katona. Én a Radnóti Miklós színpadon dolgoztam még főiskolás koromban, és kb. 1 milliószor láttam, ahogy Eperjes Karcsi kijött, és elkezdtem mondani, hogy akarom a kardom, a kardomat akarom, úgyhogy hát akarom akkor... a kardom. Na figyelj, őrületesen nehéz. Aha, eddig egy ilyen megkékült szafaládéra emlékeztem. Így van, most mindenkinek a kedvence lesz ez a kis nyikorgó. Ugye nem fog kipukkanni, hát vagy... Hát azt ilyenkor még nem lehet tudni. Jó. És mi van, kidurran? Azért arra... Azért van egy másik. Ja, értem, de akkor ti nem ijesztetek már meg ezekkel a hangokkal. Nem szoktunk igazából. Én egy kicsit, néha. Szoktunk már, arról szól a dolog. És még így megégett kézzel is, brilliáns technikával, nem? Szinte követhetetlen virtuózitással hajtogat Mikey, és ami készül nem más, mint egy kard, és voilá! Hát nem csodálatos. Jó. Ugye, mint említettem, van Fekete Dávid, az előadó művész, és van Dr. Paprika, aki egy bohóc. Bocsánat. Ehhez el kell tűnnöm, ez nem publikus. És a végén a... Hoppá! Mihar a koncát lakodik. Ez elég vicces. Bocsánat. Hoppá! Elnézést, megkaphatnál. Segíthetek? Igen. Parancsoljon? Ja, hogy rakjam föl. Pontosan. Tessék. Ott maradt? Igen. Szuper, köszönöm. Hát így. Akkor én most... megyek. Nem egy ördöngős dolog most már eljutni akár Stockholmba. Azt mondják, hogy a férfiak egyszerűen nem tudnak két dologra figyelni, tehát vagy beszélnek, vagy csinálnak valamit. Mi most folyamatosan ugye gyakorlatilag arra kényszerítünk, hogy a tök faragás mellett az élményeidről is beszélj. Hát minden esetre, hogy egyszer egy bármilyen versenyen egy hasonló akadályba botlanál, hogy közül ott ki kell faragni egy tököt, akkor azért neked ehhez már van némi nem tapasztalatod. Egyébként milyen technikával dolgozol, Andor? Azért a legféltettebb titkaidat igazán megoszthatnád a nézőkkel. Tök faragást illetően? Most erre gondolok, igen. Hát a technikám most jelenleg leginkább a túlélésre játszás. Ugye itt tényleg a több irányba való figyelés, bár most ha lassan is, de haladunk, és még mindenki él, úgyhogy... Akkor már hol jársz, mert pont nem látom a szemnél? Igen, most a második szemnél járok. És következzen a 223. beszélgetés. A nosztalgiázás után egy kicsit előre tekintünk, hiszen 2020-ban is lesz újévi koncert, méghozzá a 33. Vendégeink Marján Klára és Huszter Csaba. Sziasztok, jó estét! Sziasztok! Hát nagy számok röpködnek itt ugye a levegőbe, egyrészt 223. vendégek vagytok ebben az esztendőben, itt a Weekend stúdiójában. Hát másrészt meg ugye gyakorlatilag ez a 33. ez is egy szép kerek szám, és hát azt gondolom mindent tudtok az újévi koncertekről, amit lehet tudni, és biztosan nagyon nagy fejtörést okozza az, hogy hogyan lehet mindig egy kicsit izgalmasabbá, színesebbé tenni, megújítani, hogy azért annak a széles publikumnak, aki gyakorlatilag a rajongóitokból verbuválódik évről évre, minden évben tudjatok egy kis meglepetést okozni. Nos, meséljetek, milyen lesz a 2020-as újévi koncert? Hát
a 33., mint ahogy mondtad is. Tényleg nehéz feladat, mindig újat és újat kitalálni, mindig igyekszünk. Most egy kicsikét, hát nem vagyunk formabontók, hiszen megint csak a zene és a tánc lesz a főszereplő, de a tánccsoportok közül most kettő fog Isten igazából fellépni. A saját csoportunk ugye a Mazsertek, illetve Klárinak a csoportjai a Nyíregyházi Táncklubtól, de nagyon jelentős 50-50 főkkel fognak fellépni a csoportjaink, szóval ez egy csodálatosan jó dolog lesz. Illetve azért a meglepetésről igyekszünk mindig gondoskodni, és azt nem fogom elárulni, de most is lesz egy meglepetés fellépő csoport, csapat, aki egy teljesen új dolgot fog csinálni, még eddig nem volt. Természetesen velünk együtt fognak játszani, és bízunk benne, hogy ez is el fogja nyerni a tetszését a várható nagy létszámú publikumnak. Ugye az örökzöldeket nem lehet kihagyni, meg hát gyakorlatilag ami a fúvós zenei irodalom színejava, azért abból szoktatok csemegézni. Általában mondjuk nagyon színesre próbáljátok a műsort összeállítani, vagy vannak olyan évek, amikor bizonyos tematika szerint csendülnek fel a melódiák? Igen, jól emlékszel, tematikus éveink is voltak, amikor szláv zenéket játszottunk, vagy amerikai zenéket, vagy skandináv zenéket, északról hoztunk zenéket. Na most a tematika, ez most úgy már túl vagyunk rajta. Most a klasszikus, a könnyű latinos zenéig mindenfélét fogunk játszani, és a legmodernebb és a legújabb slágerek közül is lesz benne egy szám egyébként, ami teljesen... ugye napjaink egyik világsláger egyébként, hát a Sofia. Igen, Sofia például. Ez egy modern feldolgozás, ezt nekünk hangszerelik meg kifejezetten, amikor kérjük meg a Bán Laci barátunkat, és akkor az együttes művészeti vezető, a Bakó Levi, az pedig mindent megtanít nekünk, hogy illik, bevasalj rajtunk, és nagy örömmel teszünk, hiszen nagyon jó zene lesz, mert a keringőtől kezdve, mondom, a diszkó világáig el fogunk érni, egy áttekintés, egy nagy... Nos, Klári, hát egy ilyen színes zenei alapra gondolom, hogy nagyon táncolni. Egy kicsit mesélj a ti együttműködésetekről, egyáltalán ilyenkor hogyan történik a próba folyamat, csak egy magnóra gyakoroltok, vagy már a csapat azért így együtt készül? Hát mi már 1000 éve együtt dolgozunk, nem is tudom, hogy mikor kezdtük, tehát én gyerekkoromban kezdtem táncolni az újévi koncerteken, és most már nem tudom hány éve koreografálok és táncolok is. Úgyhogy már nagyon összeszokott csapat vagyunk. Szeptember környékén fölveszi a zenekar nekünk a zenéket, átküldik e-mailbe, és mi csak arra gyakorolunk, és ilyenkor az ünnepek környékén pedig már vannak közös próbák, meg a főpróba, ott már helyszínen. Úgyhogy igazából, amikor megkapom szeptemberben a felvételt, akkor még az egy nyers felvétel, úgyhogy nekünk is, amikor ilyenkor találkozunk, akkor már nagyon nagy meglepetés, hogy gyönyörűen fújják, úgyhogy... úgyhogy akkor már ilyenkor sokkal jobb rá táncolni, mint teljesen, meg hát, tehát amikor már ki van forva, és idén 5 zenét kaptunk, tehát ez most rekord, mert 2-3 tánccal szoktunk fellépni. Most 5-5, és hát mindenféle, tehát a keringő, olasz slágerek, van benne szamba zene, van benne klasszikus, úgyhogy most mindenféle tánccal. Afrikai, igen, afrikai zene, úgyhogy most úgyhogy szabadjára engedhettem a fantáziámat, mert itt most minden. Lesz. A Nyíregyházi Táncklub táncosai milyen életkorúak lesznek, akiket majd látunk itt hát a Continental Arénában? Már tavaly bevetettem a kisebbeket is, mert eddig csak a felnőtt csoportunk szerepelt az újévi koncerteken, és ez már 10-20 éve így működött, és valahogy jött az ötlet, de lehet, hogy pont a Mazsorett miatt, hogy olyan jó, hogy ők is meg tudják magukat mutatni, és már tavaly kisebbek is szerepeltek velünk. Hát idén majdnem 50 táncossal is, ebbe a 6-7 évestől teljesen a felnőtt korosztályig mindenféle táncos szerepelni fog. Ugye nagyon érdekes ez, hiszen itt a muzsikának és a látványnak egy csodálatos elegye az, ami gyakorlatilag a közönség számára egy nagy ajándék, a karácsonyi ajándékozás után egy újévi ajándék, és megszoktuk, hogy a táncosok általában gyönyörűek, tehát a ruháik is nagyon szépek. Most milyen színekben lépnek föl majd, gondolom, hogy csillognak, villognak. Igen, a lányok. Hát minden táncot más ruhában fogjuk táncolni. Lesz ugye a klasszikus
elegáns a keringőhöz, az afrikaihoz egy ilyen állatmintás ruhán készül, úgyhogy tehát szép, csillogós, mintás, színes, úgyhogy nagyon látványos lesz a színpadkép. Csaba, lehet még jegyet kapni? Vagy valaki, aki úgy dönt, hogy majd akkor oda megy, még akkor is van esélye? Vagy azért érdemes már ilyenkor készülni? Elővételbe lehet venni jegyeket, egyébként a SkyTV utazási irodában és a Cégmanfotónak a irodájában, üzletében, illetve előadás napján majd lehet majd vásárolni a Continental Arenában délután 15 órától, tehát délután 3 órától, mert hogy este 5 órától lesz a koncert a Continental Arenában január 1-én. Na ez nagyon fontos, hogy nehogy valaki véletlenül hamarabb vagy később menjen. Tehát január 1-én 17 órától 33. alkalommal ismét újévi koncert. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és boldog új évet kívánunk. És köszönjük is hasonlókat. Boldog új évet. Kedves nézőink, nem csak a Weekend tartogatott idén vicces pillanatokat, hanem a helyszíni forgatások, sőt, a híradó felvételek is. Ebből csináltunk egy összeállítást, amit a műsor második részében mutatunk majd meg. Maradjanak velünk!